Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Dérinél Kulturális Központban. Hamarosan egy fotókiállítás nyílik. Ferenc Jánossal, az alkotóval beszélgetünk. Úgy tudom, hogy nem karcagi. Ha nagyon messzire nézünk, akkor a gyerekkoromat Győrben töltöttem. Onnan kerültem a főiskola befejezése után ide az Alföldre. Törökszent Miklóson élek. Hát az utolsó munkahelyem az Szolnokon volt, és hát akkor a fotózástól teljesen távol eső területen matematika-fizika szakos tanárként töltöttem az aktív éveimet, most 3 éve vagyok nyugdíjas. Igen, itt az előbb Lévai Kálmántól hallottuk, hogy szakfelügyelőként azért találkozott itt a karcagi kollégákkal, tehát biztos lesz, akit itt ismerősként fog üdvözölni. Honnan jött a fotózás ötlete? Az is a gyerekkorból indult, csak épp az ellenkező pontjáról. Tehát engem gyerekkorban egyáltalán nem érdekelt a fotózás. Nem is volt a család a fényképezőgép. Aztán valamikor, én már ugye a középiskola első éveibe járhattam, amikor öcsémmel közösen kaptunk egy UITL 2 nevű szuperkészüléket, és hát kirándulások jöttek, tájfotók, városképek, aztán jöttek a vándortáborok, és akkor már a Zenit fényképezőgéppel mászkáltam, és igazából ott derült ki, hogy ennek az országnak annyi gyönyörű, szép tája és természeti értéke van, hogy azokat meg kéne örökíteni. De a vándortábor az nem erről szólt. Az arról szólt, hogyha fényképeztem a gyerekeknek, alkossak valamit, hogy majd utána emlékként megmaradjanak neki, nem az én hobbimat elégítette ki. Aztán kiállítások, természet, fotókönyvek, és így tovább. De az utolsó lökés meg az volt, hogy ugye olyan gép került a kezembe, amivel már makró felvételeket lehetett készíteni. És akkor ez volt a döntő lökés, hogy akkor meg kell próbálkoznom nekem is valami hasonlókat alkotni, de hát természetesen az én tudásom meg a rendelkezésre álló technika alapján. Aztán eljutottunk oda, hogy családi karácsonyi ajándékként naptárakat készítettem, és akkor, mikor válogattam, akkor kiderült, hogy sokkalta-sokkalta nagyobb anyag áll rendelkezésemre, és akkor született meg az ötlet, hogy hát akkor ebből válogatni kellene egy kiállításra valót. Először a volt iskolámba, az utolsó munkahelyemre vittem el próbaként, és ott sikere volt. Akkoriban azt gondoltam, hogy hát majd iskolákba fogom én vinni ezt a képgyűjteményt, de semmi értelme, nem alkalmasak azok ilyenre. És attól kezdve a művelődési házakban jelenek meg velük. Itt látom azért, hogy a csend az nagyon sokszor megikleti, hiszen itt látunk azért makró felvételekben nagyon szép ellesett pillanatokat, amiket esetleg lehet órákig, napokig, hetekig nézte. Vízpartot látok, ami gondolom ilyen családi kirándulásokon. Van-e itt kedvenc képe most? Hát valaki megkérdezte tőlem, hogy egyáltalán melyik évszakot tekintem én a kedvencemnek, és hát haboztam. Nem tudtam, hogy mit vár tőlem. Mondjam a tavaszt, vagy mondjam az őszt, és akkor ő megválaszolta, hogy szerinte a téli képek állnak hozzám legközelebb. És azt hiszem, hogy valahol igaza van. Hát, hogyha kedvencet kellene belőle választani, akkor én nekem ott a túlsó sarokban az a két téli kép, a balatonparti fák, meg a mellette levő, az meg a Budai hegységbe készült. Azt hiszem, hogy azt a kettőt tekinthetem ebből a téli hegységből a igazán kedvenceknek, de tulajdonképpen én annyira ragaszkodom hozzájuk, hogy tudom, hogy butaság meg felesleges, de én minden képet őrzök a fényképezőképe memóriájába is, holott legalább 3-4-5 felé el vannak mentve, de sajnálom kiütni őket. Majd valami új kedvencek, majd kiütik. Egyelőre megvannak. Hát akkor most a tavasz fog közeledni, hiszen lassan vége van a télnek. Kívánom, hogy nagyon sok pillanatot lessen el, és még hasonló képeket láthassunk öntől sok alkalommal. Hát nagyon szépen köszönöm, igazából én is várom. Mert tudom, hogy eddig mik nem készültek el, de hát ezek egy-egy év
elteltével jönnek csak vissza újra, tehát meg kell várni, még leforog az a év, és akkor utána újban meg kell kísérelni. Akkor ehhez kitartást, és jó munkát kívánunk önnek! Nagyon szépen köszönöm!